Az autista gyerekeknél a hintázás, a kézrázás, a fejütögetés, a tárgyak pöccintése, az állütögetés, ez biztonságot és elégedettséget nyújt, és így a szorongás is csökken. Fejütögetés, ez a feszültség legyőzése, valamint a tompán puffanó ritmus biztosítása a fejemben olyankor, amikor az agyam már túl hangosan sikított ahhoz, hogy dúdolni tudjak magamban. sziasztok! Hát akkor, ahogy ígértük, a jobban is sikerült már élő bejelentkezésünkön az Autizmus Világnapján, egy külön kiadással jelentkezünk számotokra. Mi a világon tényleg mindent megtettünk, de a technika egyszerűen nem volt az oldalunkon, viszont most úgy tűnik, hogy működni fog, bár most se volt egyszerű a bemelegítés, igaz, Anna? Szia! Igen, szia, szia! Köszöntöm a hallgatóinkat! Hát nem volt egyszerű ez a két nap, mert amikor István megjelent Hú. duplán ma a zoomban, mondtuk, hogy hát folytatódik. Úgy látszik, az április elsője volt a te... nem, másodika volt a tegnap, hogy ez egy ilyen áprilisi tréfás. Igen, hogy egy elhúzódó április is tart volt. azt hittem, hogy ma szépen nyugodtan leülünk, és akkor hát akkor megcsináljuk úgy, ahogy szoktuk. Tök jó lett volna élőben beszélgetni veletek, meg ettől függetlenül egyébként továbbra is várjuk minden platformon kommenteket, véleményeket, ötleteket, történeteket, hozzászólásokat, akár ez a témához, akár bármihez, de amikor tényleg kezdtünk így a, a és egyszer csak Anna feje eltűnt, és megjelent az enyém ilyen, nem tudom, ilyen ja. alumínium sityakkal duplázva, akkor, akkor így, így, gondolkodtunk rajta, hogy nem tudjuk, mennyire kéne ezt erőt. de jó Isten is ezt akarja, nem, hogy ez most ne történjen meg. Biztos nem így van, ugye? Ennek hát ne meg kell történni ennek a beszélgetésnek. Persze, és hát szerintem még egyszer a kapcsolódási problémáról beszélhetünk, úgyhogy ez megint egy jó apropó lesz. Igen, igen, mert hogy ugye úgy hirdettük a mi hogy az autizmus világnapjára időzítettük, amitől egyébként most sem vagyunk nagyon távol a megjelenés pillanatában már kicsit távolabb leszünk, de a fölvétel pillanatában még, még, még itt vagyunk. Én is tegnap még egy csomó posztot láttam fészen, nagyon sok ismerős megemlékezett róla. Üm, beszélgettünk róla annával, hogy épületeket láttunk, illetve emlékműveket láttunk, kékbe öltöztetve, kék színbe öltöztetve, szín de erről mindjárt több, ami szintén az autizmus világnapjához kapcsolódik, illetve a már emlegetett kapcsolódási nehézségeket. Erről még ott a videó elején, amikor néha, néha együtt voltunk, akkor tudtunk beszélni, de ezt is leporoljuk, és ezt is szépen rendbe tesszük, és ugye, hogy miért hangszottak el, ezek a az információk, hogy írjatok, keressetek, szóljatok hozzá. Többek között ezt a beszélgetést is egy ilyen megkeresés inspirálta, vagy adta az origóját ennek a, a témának. Mielőtt viszont tovább mennénk, ugye mindig elmondjuk, hogy a műsorunkat, ahogy ezt is, a Podcast Pioneer a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezúton is köszönünk nekik. Tehát kis info az autizmus világnapjának a hátteréről. Ugye december 18-án 2007-ben az ENSZ jelölte ki ezt az április második. Napot az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, illetve az autizmus spektrum zavarra, amelyel 10 milliók élnek a Földön, és az Autizmus Világnapja ENSZ arra kéri a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban. Magyarországon az alapján, a cikk alapján, amit én találtam, nem tudom, Anna, neked erről van-e frissebb adatod, azt írják, hogy százezerre tehető a diagnosztizált autisták száma, de lehet, hogy ennél, vagy való Szinte ennél többen vannak, akik így élnek. Nem tudom, van-e van -e ennél frissebb adatunk, Anna? Nem olvastam most így az öbizűben statisztikákat, úgyhogy mm -hmm. nem tudom. Kb. igen. Az Autisták Országos Szövetsége is csatlakozott, ugye a Ragyog Kéken kampányhoz, amelynek keretében például Budapesten, ahol annál utal értük legutóbb, a Szabadság szobrot világították kékbe, illetve itt Kalocsán nálunk a, a városlátképet minden irányból uraló főszékesegyház mellett álló víztornyot öltöztették kékbe. Ez egyébként nagyon szép látványos volt. És ennyi fölvezetés után azért egy pár dolgot tisztázunk, mielőtt rátérnénk annak az apukának, nevezzük őt Robinak, kérte, hogy a neveket változtassuk meg, de a történetét vállalja, használatjuk. Tisztán néhány dolgot az autizmussal kapcsolatban, mert szerintem azért ez is egy olyan téma, mint a narcizmus, hogy úgy főleg fiatalok körébe alattam, hogy könnyen dobálóznak ezzel a kifejezéssel, hogy autista, mint hogy a narcisztikus jelzőt is használjuk mondjuk hiú emberre, vagy öntelt emberre teljesen rosszul. Ugye erről már beszélgettünk az előző részünkben. És szerintem az autizmus vagy az autista kifejezéssel kapcsolatban is azért vannak tisztázandó dolgok, illetve a használatával és az ehhez ragasztott előítéletekkel kapcsolatban. Mit gondolsz, Anna? Igen, hát mindenképpen tisztázni kell a fogalmat és hogyha megnézzük ezt a tudományos meghatározást, akkor az autizmus ez a pervazív fejlődési zavaroknak az alcsoportjába tartozik, pervazív, ugye teljes személyiséget érintő, és valahol az értelmi fogyatékosság, valamint a specifikus fejlődési zavar között. És ugye az értelmi fogyatékosság esetében a fejlődés az ugyanolyan, csak, csak hogy lassabb, mert ugye a mentális kor mindig alacsonyabb lesz, mint a kronológiai kor, és a specifikus fejlődési zavar esetében egy konkrét készségnek a lassú vagy hibás fejlődése van a háttérben. És ugye a pervazi fejlődési zavar esetében lényeges az, hogy több minőségileg károsodott terület van, és ez nem csupán a lassú fejlődésnek tudható be. Ezt is fontos kiemelni. És itt ugye vagy az idegrendszernek a korai, illetve a vele született ártalmának a következménye, és hogy... Ezt szoktam mindig elmondani a diákoknak is, hogy nagyon mélyen és egész lényén keresztül érinti a, az autista gyereket, illetve a, a felnőtted. Mert itt ugye azt is tisztázni kell, hogy nem egy magába forduló zárkozott emberről van szó, hanem a, a kommunikáció, a szociális megértés, a képzelőerő fejlődésében tapasztalhatók a problémák, valamint ugyanúgy tartozik az is, hogy a látottakat és a hallottakat nagyon-nagyon nehezen tudják megérteni, feldolgozni. És hát ugye a DSM kritériumai kriterium szerint megvan, hogy minden egyes csoportból hány tünet kell ugye beigazolódjon ahhoz, hogy, hogy valakire az autizmus címke ráhozható legyen. Na, és én előkerestem közben egy. Van egy nagyon jó gondolat, egy. Jim Sinclair egy autista fiúnak a naplójából, igazából egy jól funkcionáló, tehát hogy egyetemet végzett fiatalember, ő mondja azt, hogy ha valaki autista, az nem azt jelenti, hogy nem ember, azt azonban jelenti, hogy idegen. Azt jelenti, hogy ami mások számára normális, az én számomra nem normális, és ami az én számomra normális, az mások számára nem normális. Bizonyos szempontból borzasztó hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túléléshez, úgy mint egy földön kívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül itt rekedt. Személyiségem azonban érintetlen, én nem sértetlen, értékesnek és értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítanának abból, hogy önmagam legyek. Tiszteljenek meg azzal, hogy a képességeimnek megfelelően érintkeznek velem, Ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek vagyunk egymásnak, hogy az én létezési módjaim nem csupán az önök létezési módjainak hibás változatai. Kérdőjelezzék meg a feltevéseiket, határozzák meg a saját feltételeiket. Dolgozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni egymás között. És ez annyira szép gondolat. Anna ezt egy autista ember írta. Igen, hát igazából az pergeres, igen. Annak idején, amikor én elvégeztem ezt az autizmus képzést, hát másod-harmad éves voltam az egyetemen, tehát azt jelenti, hogy ilyen 1997 körül, és akkor ez egy pályázat volt, ahol nem csak a képzést fizették ki nekünk, meg a gyakorlatozást, hanem nagyon sok könyvet, meg a kiadványt is kaptunk, és ez egy kis ilyen, tehát vannak ilyen autizmus fizetek, nem tudom, hogy még a forgalomban megvásárolható-e, de az autizmus alapítvány adta ki, és ez a Jim Sinclairnek volt egy Hát egy ilyen naplószerűsége is, abban jelent meg ez a rész, és uh, hát a diákoknak, amikor az előadást szoktam tartani az autizmusról, akkor ez az első gondolata, ahonnan ki szoktunk indulni, mert szerintem ez annyira jól és annyira másként határozza meg, hogy, hogy mit is jelent egyáltalán az autizmus, meg, meg hogyan éli meg. Aztán majd uh, ez a Donna Williams autista nő naplójából is van pár dolog, amit majd idézni fogok. Egyébként... Uh... Nem szeretnénk sok időt szállni rá, mert nyilván, akit nagyon érint ez a téma, vagy akit érdekel ez a téma, nyilván ő utána olvas, utána néz, utána kérdez, és ahogy néztem, azért nagyon gazdag, az a, a jó szakirodalmi eszköztár, sőt, vlogok, blogok. Sőt, a szó legpozitív értel értelmében vett influencerek, véleményvezérek vannak, akik bemutatják, mondjuk akár egy, egy autista gyermekkel az életet. Szóval tényleg van mihez fordulni. Annyi még fogalom tisztázáshoz, amit én mindenképpen szeretnék tőled megkérdezni, hogy ezt betegségnek nevezzük-e, vagy fogyatékosságnak nevezzük, vagy egy speciális állapotnak nevezzük, tehát hogy ebben mi a helyes megnevezés, mert talán ez sem helyes, hogyha, ha csak úgy random mi beletesztük valamelyik kalapba, igaz? Igen, pont ez a megnevezés egy pervazív, fejlődési zavar. Pervazív, mármint egész személyiséget érintő, tehát hogy ez a hivatalos megnevezése, és visszakapcsolnék arra, amit mondtál, pont ez a narancsárga Theo Peters könyv, ami annak idén egy ilyen alapszakirodalom volt, ő mondja a theopiter a könyvben, hogy már nyugaton több cikket és több könyvet írtak már az autizmusról, mint ahány autista gyerek van, és hogy elmúltak már azok az évek, amikor el lehetett rejtőzni az autizmus rejtéje mögött. De pont itt van a paradoxon, hogy minél többet foglalkozik az autizmussal az ember, annál homályosabb lesz a kép, és bár ugye nagyon dinamikusan fejlődő és nagyon-nagyon kutatott terület, mégis lehet látni, hogy hogy sokszor akár a, a, gyakorló orvos vagy gyakorló pedagógus nem mindig tud többet, mint az eső ember által informált laikus, és ezt nem én mondom, hanem akkoriban ugye Balázs Anna volt az autizmus alapítványnak az elnöke, és ő mondta ezt egy nyilatkozatában, hogy persze azóta már sokat fejlődött ez a terület, és rengeteg továbbképzés van, és bekerült a köztudatba is valahogy ez a fogalom, de hogy volt tényleg egy ilyen állapot, amikor hát olyan romantikusan képzeltük el az autizmust, sőt, nagyon gyakran az azzal a képpel találkoztunk, amikor, emlékszel az esőember filmben, amikor kiesnek a gyufaszálak, vagy a fogpiszkálók, tudod, a földre, és akkor Hú, egy... nagyon rég láttam, de 365 nem nem remelik, igen. vagy 300, nem tudom hány. Tehát, hogy mindig a különleges képességgel társították, de hogy ez nem Igen, 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 hogy ez nagyon összenőtt vele, hogy, hogy az autista, az azt jelenti, hogy egy most hülye hangszik, ez az őrült zseni, vagy valami hasonló képet festett, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen romantizált képet festett róla az eső ember, és ezt még hallottam, hogy mondta a live-unkban, hogy, hogy azért ez, ez nem ennyire egyszerű, tehát, hogy oké, okay, hogy van egy zseni terület, de hát az nem egy ilyen ajándék, ami jön, az nem az ingyen ebéd Igen, tehát, hogy itt szerintem azért és annyira tág ez a spektrum, mert hogy egyszerre fedezték fel, ugye volt ez a Karner nevezetű amerikai kutató, meg az Asperger a bécsi pszichiáter. És mai napig is ugye a súlyosabb csoportot, vagy szokták mondani, ezt a nukleáris csoportot Karner szindrómának nevezzük, ami gyakran ugye akár értelmi fogyatékossággal is társul, és a jobb értelmi, vagy akár enyhén fogyatékos csoportot Asperger szindrómának. Tehát, hogy, hogy a spektrum zavar, tehát azért is mondják, hogy spektrum zavar, mert hogy nagyon, tehát, hogy nagyon változatos ugye az, hogy egészen attól, hogy valaki nem beszél, olyan autista gyerek, aki egyáltalán nem fog beszélni, és nagyon sűrűs értelmi fogyatékos, és akár epilepsziás rohamai vannak, egészen addig, ameddig olyan autista gyerekkel is találkoztam, aki három nyelven beszélt, persze mind a három nyelven ugyanabban a beszűkült területen kommunikált. De hogy leggyakrabban Kárnernek a munkáit idézték, mert hogy Asperger német nyelven írt is, az nem, nem volt annyira populáris, és eleinte azt is gondolták, hogy Asperger egy teljesen eltérő típust írt le, és nem szabad összetéveszteni a Kárner által leírtakkal, és utána ugye végül is belefoglalták azt is, hogy a diagnózisban Benne vannak olyan esetek is, amik határeseteknek nyilváníthatók, tehát hogy akár a jobb intelligenciájú, jó verbalitású, tehát ő majdnem normálisan funkcionáló autista gyerekeknek a megnevezésére is fenntartják ugye ezt az Asperger szindromát. Erre szerettem volna rákérdezni, majd a műsor vége felé lesz egy visszacsatolás erre, de akkor részben válaszoltál is a kérdésemre, egy picit már tisztában látok ez ügyben. De most szerintem eljött az a pont, amikor magunk elé húzhatjuk Robi levelét, igaz? Uh -huh. mert, mert beszélgettünk annyit előzetesen erről a dologról, hogy most kezdjünk egy picit a mélyírásni, és annál is inkább merem mondani, hogy a mert hogy Robinak a történet, az csak részben fedi mindezt, tehát hogy egy autistával az élet, milyen egy autista gyerekkel az élet, hogyan viszonyulnak a szülők egymáshoz, a szülők a gyerekhez, és aztán ugye még lesz egy csavar ebben a történetben, ahogy szoktad mondani, ott elkezdődik még egy történet a történeten belül, vagy egy újabb mese, ott a mesén belül. Úgyhogy hát akkor nézzük annak az apukának a levelét, aki az és boldogan éltek infokukas gmail.com-ra írt nekünk, és akkor nevezzük őt most Robinak, az egyszerűség kedvéért. Robi levele így kezdődik, nemrég publikált Temes beszéd témájú kétrészes adta a bátorságot, hogy megírjam nektek a mi történetünket és aktuális problémánkat, amivel pillanatnyilag úgy tűnik, nem birkózunk egyedül. Elsőszülött fiunk látássérülten született 10 hónapos koráig négy műtéten esett, tehát ez már magába borzasztó, melynek köszönhetően nem teljesen vak, ahogy cseperedett, egyre gyanúsabb jeleket kezdtünk észlelni arról, hogy nem csupán a szemével akadhat probléma, kiderült, nevezzük a kisfiút Petinek, Peti fiunkról, hogy autizmussal élő kisfiú. A sors Fintora, hogy mindketten gyógypedagógus végzettségűek vagyunk, bár én nem dolgozom a szakmában. Ezt a ránk feladatot azonban még így is óriási kihívásnak éreztük, jól éreztük. Megkésve fejlődött mindenben, ami anyukáját nagyon sokszor aggasztotta. Első éveiben az anyján kívül senkit nem volt hajlandó elviselni maga körül, ami pedig engem aggasztott, hisz közéjük tartozom, illetve tartoztam még egészen sokáig. Amikor megtanult beszélni, olyan kedves szavai voltak hozzám, hogy azt akarom, hogy apa meghalljon, apa költözön el, soha többé ne jöjjön vissza utállak, gyűlöllek, miért van itt? Ez számtalan családon belüli visszájt, párkapcsolati válságot és depressziót okozott. A jó hír az, hogy több évnyi önismereti terápia és belső menekülés után mára mindenki megbékélt magával és a másikkal. Igazából büszke vagyok a fiamra, hogy milyen borzasztóan okos, mennyire akar fejlődni, és magamra, hogy végül nem fogadtam szót neki, és kérése ellenére vele maradtam. Rengeteg dolgot tanít nekünk magunkról és mindenről. Hát szerintem ezen a ponton törjük meg egy pillanatra levelet, és majd folytatjuk, mert már ebben rengeteg dolog van, amiről beszélni kell. Anna, mennyire tipikus ez a helyzet, amit itt Robi írt nekünk, hogy, hogy egy ilyen kapcsolati háló alakul ki a, a családon belül, vagy éppen nem alakul ki egy egy kapcsolati háló családon belül? Abba kell kiindulnunk, hogy, a, a, hogy az autista gyerekeknek meg felnőttek számára, ami a legnehezebb, hogy a, hogy a saját és másoknak a gondolatait, a szándékait, a vágyait, az érzelmeit felismerjék, és hogy a viselkedésüket értelmezzék. Így nem mindig tudják a reakcióikat a másik ember igényéhez igazítani, és ebben nagyon szépen benne volt ebben a leírásban ennek a gyakorlati megvalósulása. Tehát, hogy ugye, hogyha a tünetcsoportot nézzük, akkor a szociális viselkedésben történő más típusú fejlődésben ugye pont az van, hogy akár a beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a repetitív nyelvhasználat, a, a, akár a spontán játéknak a hiánya, a, a szándéknak a felismerése, hogy a vajon a másik mit akar kommunikálni veled. Tehát, hogy biztos, hogy itt csúszott el valami, mert hogy, hogy ez a fajta reakció, azért pont ebből születhet meg, hogy, hogy egyszerűen nem is érti a gyerek, vagy nincs is annyi, tehát hogy nincs olyan típusú empátiája, hogy belegondoljon abba, hogy a, mit tudom, az apa ettől hogy érzi magát, tehát hogy ő valamire reagál, és elutasít egy viselkedést, egy közeledést, és hogy nagyon-nagyon szép dolog, ahogy és hát minden elismerésem ugye az apukának, hogy ebben tényleg, hát ő magába is fordult, terápiás segítséget is igénybe vett, és, és hogy ott volt a végén a levélnek ez a humor, hogy végül nem fogadtam meg a fiamnak a tanácsát, és nem mentem el, és ott maradtam, megértem, szeretem, próbálom megfejteni a viselkedését, ott vagyok neki, támogatom. Mert hogy az autizmusban is egy másik jó, ugye a Theo Peters könyv mellett, egy másik nagyon-nagyon jó szakirodalom, ez a, a Lorna Wings féle könyv, és ebben ugye ott vannak a különböző típusok, hogy, hogy minden autista gyerek végül is besorolható különböző ilyen kategóriákba, és akkor van az a típus, ugye ez a bizarr típus, hogy nem, nem, nem igazán érdekes ugye, hogy a viselkedésének a, egyáltalán megfejtése, hogy most ezt vajon miért csinálja, vagy hogyan működik. Tehát itt igazából nagyon sokszor ez a jó verbalitás és értelem, meg akár a szociális kezdeményezés is ott van, de hogy nincs kölcsönösség, nincs figyelembevéve a partner, nagyon sokszor ezek az inadekvát közeledések, tehát ez az egyik kategória. A másik kategória, ez a passzív típus. Tehát őket inkább ez a feltűnő passzivitás, mint a bizarr viselkedés jellemzi, és nem kezdeményez, de eltűri a közeledést. Például ilyen passzív típusú gyereket nagyon sokat láttam a Delej utcai autizmus központban, amikor ott gyakorlatoztunk. És van a, ugye a harmadik, ez az izolált típus, aki egyáltalán nem vesz fel kapcsolatot a környezetével, szemkontaktus sem, nem beszél, vagy csak nagyon sztereotíp módon, nagyon bizarra a, mozgása mozgás, a viselkedés, ugye, ugye ezek a stereotíp mozgások, és uh, nagyon sokszor itt ugye halmozott értelmi sérültség is van. Ez a legrosszabb prognózisú. Tehát, hogy uh, igazából a bizarr típusnál, pont ezért is a neve ez a bizarr típus, mert nagyon sokszor nem értjük, hogy ezt vajon miért csinálja, hogyan. Emlékszem, uh, például az elutasítás, hogy, tehát, hogy ki miért utasít el valakit, egy, a, egy autista gyerek, volt az egyik uh, alkalmazott, nem is tudom, hogy szakácsnő volt, vagy ki. Mindegy, lényeg az, hogy levágta a haját, és megfestette. Tehát, hogy addig volt egy barna, mit tudom én, hát a közepéig érő haj, és egyszer csak megfestette ilyen pirossasra, és ilyen rövidebb lett, és a gyerek attól kezdve nem volt hajlandó vele szóvállni, tehát hogy teljesen idegenként kezelte. Csak ettől az egy változtatástól. Tehát, hogy, hogy sokszor nem tudjuk megérteni, és hogyha erre ugye sértettséggel reagálunk, hogy hát én itt voltam neki, és hát az én gyerekem, és én neveltem, és ő így viszonyul hozzám. Tehát ide azért nagyon nagy frusztráció tolerancia kell szülőként, hogy ezt te el tud viselni. Főleg, hogy elkezded a te gyerekedet hasonlítgatni másokhoz. Ezt az. akartam mondani, mert én értem, amit a gyerekekről mondasz, meg én értem, amit a, a, a nyilván az, az autizmussal küzdő oldaláról, vagy az autiz... A, autista, ezt, ezt lehet így mondani, hogy autista, ez nem pejoratív, vagy ez nem, nem. nem. Nem, nem, autista, tehát értem, igen. Tehát amit az autista oldaláról mondasz, de hát azért itt, itt van az a másik rohadt fontos oldal is, amit nem szabad elfelejteni, hogy, hogy bocsánat, de ő neki az a normális állapot. Ő nem tudja, hogy ahogy mondtad is, hogy ezzel milyen a túl túloldalon nem normális állapotot teremt azáltal, hogy mondjuk egy anyukához tud kötődni, az apukához nem hiába akar az apuka is kötődni, vagy a normális állapot az lenne, hogy ők mindhárman kötődnek egymáshoz, és kis szeretett részekben vannak. Hát a normális esetben igen, de hogy az autizmusban már nincs normális állapot, igen, a túloldalról, hogy, hogy egyáltalán ezt hogyan értékeli a szülő, mert tehát egyrészt értékelheti úgy, hogy hát végülis milyen jó, hogy megtanult beszélni, mert az sűrt autisták felesse, soha nem tanul beszélni vagy az autisták jelentős része ugye halmozottan sérült. Tehát, hogy az egyes ö, ö, statisztikák szerint 75%-uk értelmi fogyatékos, vagy 30%-uk epilepsiás, Tehát, hogy értékelheti, hogy legalább beszél, vagy kimondja azt, hogy na akkor menjen, vagy utállak. Tehát, hogy maga az, hogy beszél, az már végül is egy nagyon jó dolog, viszont az, hogy mit mond, és, és hogy, hogy rá milyen hatása van, ez megint egy másik történet. És nagyon érdekes az is, hogy hogy ítélték meg, egyáltalán régebb, mert képzeld, hogy milyen bélyeget raktak a szülőre, mert hát Bruno Bettenheim amúgy egy zseniális szerző, mert ő írta, ugye a lényegében az első mesebb könyvet, a mesebb és a bontakozó gyermeki lélek, és az ugye, aki mesékkel foglalkozik, az hát ugye egy biblia egyféleképpen, Na, de ugyan ő írta le, képzeld el azt is, egy ilyen metaforát használt, hogy az autisztikus gyerekek a, a mesebeli Jancs és Juliska tragédiát írik át, és hogy a visszautasító anya egy mindent felfaló boszorkányá változik, aki előtt a gyerek egy ilyen mézes kanács figurává minősül át. És ez a jéghideg anya, vagy frigider anya elmélet egyetlen egy autista gyereket sem gyógyított meg, mert, mert, ugye a szülőkre gondold el, hogy milyen érzelmi hatással volt egy anyára, hogy végül is ő csinált valamit rosszul, hogy ilyen lett a gyereke. És ugyanúgy a csipkerózsika hasonlattal is illették, hogy ez végül is egyféleképpen jó hasonlat, mert hogy a halálszerű álom és az álomszerű halál, hogy a gyerek olyan közel van, de mégis olyan távol, és hogy, hogy van ugye a, a Csipkerőzsika mesében a Csipkebokor sövény, hogy lehetetlen elérni a gyereket. Tehát, hogy egyszerűen nem kapod meg vele a kapcsolatot. Ugye hát ez most nagyon érdekes és szimbolikus volt a mi esetünkben is, hogy. Hát már hány podcastet csináltunk, és még soha ilyen nem volt, hogy kétszer ne tudjuk felvenni a kapcsolatot, vagy hogy megszakad a kapcsolat. Tehát, hogy pont igen, ilyen, igen, pont amikor ez a témához vagy, nyúltunk. Ott igen. vagy a vonalban, de hogy nincs kapcsolat. Tehát, hogy, hogy folyamatosan veszíted el ezt a kapcsolatot. S, és, hogy mennyire próbálkoztunk, tehát a szándék viszont mindkét oldalról ott volt, hogy mennyire akartuk. igen. Hát, ennek, ennek, egy ideig az élőben is ott lettek, akik ott voltak, hogy tényleg mi nagyon próbálkoztunk, és egyszerűen nem. És nekem megmondom őszintén, amikor végeztünk, én nekem ez akkor a kudarc volt, hogy hogy ilyet még sose csináltunk, tudod. Hát igen, mondjuk nekem nem, merem foglalkozom az meg ott eszterrel a végén de ezt mondani, hogy te tudod, milyen az osziláló narratíva, én megtanulom. De a diának, például a páromnak úgy mesélte, hogy túl voltam rajta, és utána mondom, ezt nem hiszedette? ilyen még sose történt. És nem hiszem, de és de akkor már láttam a fotókat, amiket Káresz Eszter készített, hogy ott mosolyogtak minden, és ezek mindig segítettek, hogy ma már mosolyogva tudok erről beszélni, <laughs> meg amikor tényleg beléptünk ebbe az adásba, és ott össze-vissza kapcsolt a zoom minden, akkor már nem pánikba estem, mert tényleg tudtam egy jót nevetni rajta. <laughs> de ugye ezt tanulni kell. És hát ugye Viszonylag kézenfekvő norm, úgymond hétköznapi helyzet volt ahhoz képest, amiről beszélünk. Nézzük a folytatást, Anna? Mert ugye most jön a mesének a második fele? Igen, még, még annyit akartam mondani, Igen. hogy ugye, hogy Bettelheim, azért ebből a szempontból egy nagy melléfogás volt, ugye ez az elmélet, hogy a Frigider szülőre fogta úgymond, hogy az anya nem reagált, tart. Tehát nem reagált jól és tartosan a gyereknek a kívánságaira, meg vágyaira, és akkor a csecsemő lefrusztrálódik, és elkezdi a magába az Képzeld el egy szülőnek ezzel együtt élni, hogy ez az elmélet, és te valamit nem csináltál jól, és akkor a gyereked ilyen lett, és te egy frigider szülő vagy, tehát egy pecsét. Mert ugye azért is mondtam el ezt a megközelítést, mert hogy nagyon gyakran Anélkül bárki mondaná nekünk kívülről, ugye, hogy az édesapa is elbizonytalanodott egy kicsit a saját szerepében, hogy akkor most mi van, és hogy ő most mit csináljon, vagy vajon mit nem csinált jól, és mennyire fontos volt ez a fajta önreflexió, hogy hogy nem ment bele ebbe az önvádba, igenis mert segítséget kérni, és igenis van már humor abban, hogy hogy akár ezt a helyzetet is kezelni tudja. Persze biztos, hogy van rengeteg csalódottság, meg szomorú érzés, de ott, ahol már megjelent a humor, azt jelenti, hogy, hogy ott már van egy, van egy ilyen fe, felülről látó perspektíva. És hát akkor folytassuk az ő történetét, mert ugye, ahogy mondtuk, ez csak az első fele volt a mesének, ugye jött egy újabb szereplő, és ahogy szoktad mondani, elkezdődött egy másik mese. Mert hogy Robi története úgy folytatódik, amit megírt nekünk, a mostani problémánk inkább már csak másodszorban Petivel, tehát az autista kisfiúval kapcsolatos, még nem volt meg a diagnózisunk az autizmusról, Peti 11-12 hónapos korában egyszer csak becsúszott a képbe Joci, a kisebbik fiam, ugye ő is egy álnév nyilván erre a hírre a feleségem rettenetesen félni kezdett, ez szerintem egy teljesen normális reakció, látom bólogatsz is. Igen. Mégis úgy döntött, hogy jöjjön. Nagyon félt a terhesség alatt, hogy mi lesz, ha az ő látása is, vagy mi lesz, ha ő is esetleg autista lesz. Itt sok a három pont, hát ezek szerintem olyan kérdések, az vesse le az első követ, akiben ez, ez egyszerűen másképp zajlana le. Nem. Igen. Ez, ez a legtermészetesebb reakció a világon nem fogjuk bírni, beledöglünk, benne lett volna a pakliban, hogy abban bizony tényleg elvérszünk, de végül szerencsénk lett. Joci ugyanis mag egészséges, de neki talán ez a legnagyobb pekhe az életben, folytatódik a levél. Bármennyire próbálkozunk igazságosak lenni, akárhogy is szeretnénk ugyanazt megadni ebben a helyzetben, egyszerűen lehetetlen egyforma mennyiségű figyelmet szentelni rájuk, Peti nem engedi. Joci érkezését is annyira gyűlölte, mint engem. Hasonló átkokat szólt rá később, beszéde pedig a tettekben mutatkozott meg. Szegény Jocinak nagyon kemény babakora volt. Mára összeöregedtek, a fizikai erőviszonyok tekintetében legalábbis kiegyenlített a harc, Peti 7, Joci 5 és fél éves, Peti a korral egy sokkal békésebb, nyitott és kedves fiú lett, Jóci személyiségében viszont mély nyomot hagyott a nehéz babakor. Érezhetően bizonytalanul kötődik az anyjához, rendkívül rossz a testvér viszony kettőjük között, és magatartási problémákról kapunk visszajelzést az oviból is. Rosszul alszik, alacsony az önértékelése, szorong, idegenek jelenlétében megnémul, itthon viszont nagyon agresszív, lázadó, mindeközben egy szeretetéhes, szuperszenzoros tapadókorong, ahogy mondja az apuka. Tud róla, hogy a testvére egy nem szokványos gyerek, de utálja ezért, ő is autista akar lenni. Ugye mondja egy öt és fél éves gyerek, hogy ez teljesen normális az ő szemszögéből. Mindent patika kell kimérnünk, de még akkor is úgy érzi, hogy ő kapja a rövidebb robit, neki kisebb a labdája, halványabb a seblámpa, amit kapott. És akkor itt az apuka, nevezzük Robinak, ugye föl is teszi a kérdéseket, amelyek adódnak benne, és szerintem annak akkor ezeket át is beszélhetjük. A kérdés tehát, hogyan tudnánk Jocinak, ő ugye kisebb gyerek, segíteni, van-e bármilyen pszichológiai szolgáltatás, ami autista gyerekek testvéreinek szól, van-e remény, hogy kiheveri a sérelmeit, és mit tehetünk mi, szülők, ennek a segítésére. Eddig próbálkoztunk azzal, hogy kapott saját időt az anyával Peti nélkül minden héten. Kapott én mesét legutóbbi születésnapjára. Azt, mondja, azt írja, hogy általatok inspirálva, de jó úristen, ilyenkor tényleg úgy érzem, hogy van értelme, amit csinálunk, nem? Igen. És mindig úgy érzem, de ezek olyan, olyan szép dolgok. Igen. Szabad neki dühösnek lennie, sajnos annyi közöttük a verekedés, hogy olykor már azt is hagyjuk lezajlani a kettőjük között. Köszönöm szépen a válaszatokat, üdvözlettel, Robi, Peti és Joci apukája. Hát, Anna, nem irigyellek ezzel a kérdés dömpingel. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Persze, van benne tipikus testvérféltékenységes jellemzők, mert ezek nagyjából úgy előfordulnak, akár a hagyományos esetekben is, viszont nem biztos, hogy ennyire elhúzódnak időben. Tehát, hogy ez, ez a lényeges, és uh, ott, ahol uh, tényleg a, a nagyobbik gyerek tartósan több figyelmet kell kapjon, ugye a helyzetéből kifolyólag, akkor a kicsi őt folyamatosan megéli, hogy ő most egy kicsit háttérbe van szorítva. Mennyit is mondtál, hogy hány éves a, a kisebbik most? Öt és fél a kicsi, és, fél. és hét a nagy, és a, ugye a nagy gyerek a autista. Igen, na most... Mire a kicsi is már olyan 7-8 éves lesz, sokkal könnyebb lesz ez az egész történet, mert ugye azt kell figyelembe vennünk, hogy az óvodáskorú gyerekeknek egocentrikus a gondolkodása, és ő mindent saját perspektívából lát. És ugye ez a patika mérlegen elosztani, meg én is autista akarok lenni, tehát ezek mind ebből a helyzetből adódó ilyen kívánságok. És abban a percben, amikor uh, ugye a gondolkodásban létrejön ez a, a szempontváltás, hogy én meg tudom nézni a másik perspektívájából is a történetet. Ugye ez elkezdődik kisiskolás korra, és aztán kisiskolás kor végére már ugye több szempontból tudok elemezni, aztán már repubertáskor, pubertáskorban létrejön a hipotetikus gondolkodás, tehát ott, ott már ugye hogy utána tudok olvasni az autizmusnak, vagy egyáltalán mi ez, és akkor tudok reflektálni vissza fel a helyzetre. Az, az megint már egy teljesen más szint lesz. tehát hogy én azt gondolom, hogy hogy Robinnek a családja már ugye a, nehezén túl van, illetve még van egy kicsi nehézség. Tehát, hogy egészen addig, ameddig ugye a kicsi is eléri ezt az iskola érettség korszakát, mert onnan szerintem rengeteg minden fog változni, úgy, ahogy ugye a nagy gyereknél is már nagyon sok minden csillapodott, ugye már csak az érés következtében. És nagyon jó, amiket próbált a család, tehát, hogy, hogy igenis fontos, Te, talán a legfontosabb dolog az érzelmi. Igen, ezt kérdeztem, mert ezt kérdezte, és Robi, ezeket külön reagáljunk rá, hogy, hogy tényleg jól csinálják. Én nagyon érzem, hogy kell nekik a megerősítés. Pontosan. A, a, szakmai rálátásod, úgy, úgy, éreztem a levélben, hogy ez most erre nagyon szükségük van. A legjobb dolog, ami történhetett, hogy igen, és a kicsinek is lehetősége volt kifejezni a dühét, hogy most haragszik, hogy neki nem jó ez a helyzet, mert persze, hogy nem jó. Hát ugye belecsöppenni ebbe a történetbe, szegény kicsi né néz körül a világban, hogy, hogy akkor most vele mi történik, vagy most hogy van, és akkor nem is tud elmagyarázni neki. Az hát egyrészt, hogy a dühöt ki lehet fejezni. Tehát, hogy ez az egyik legnagyobb, legfontosabb dolog. A másik, hogy ez a külön idő, hogy, hogy akkor ő még mégiscsak kap valami olyat, olyan figyelmet, amit csak neki szól. Ez ugye heti egyszer volt, ilyen típusú együttlét, meg ugye ott volt a temeséd. Akár, akárhogyha javasolhatom, ez a külön időnek a megtapasztalása, akár ilyen különálló tevékenységeken, amikor nem a szülőkkel van, hanem az ő kortárs csoportjával, vagy akár anyával és apával is külön töltött idő, meg akár a hármasban is töltött idő. Tehát, hogy ez is nagyon fontos. Ami most megint felvet ugye azt a kérdést, hogy akkor mi történik a nagyobbik gyerekkel mindez alatt. De hogy, hogy neki is akár mit tudom, én nem tudom, hogyha jár fejlesztésre, vagy milyen típusú intézményben van, de hogy, hogy ezt azért érdemesi áttekinteni, akár ilyen havi bontásban, hogy, hogy legyen olyan idő is, amikor a, az, anyja, az, anyjához az anyához is tud kapcsolódni, ugye a kisebb gyerek az apjához is, és akár legyen persze ezeket nem úgy gondolom, hogy most akkor a család elindul hármasba kirádolni, és hogy az a gyereket otthon hagyják, de hogy ha például olyan is van, hogy akkor most hárman megyünk el sütizni, és pont. És ugyanúgy, ahogy a nagyobbik gyerekkel is csinálnak valamit a családban hárman. Mert hogy ez nagyon gyakori helyzet, szerintem a testvérféltékenységnél beszéltünk erről, hogy amikor túl sokat vannak együtt a gyerekek, és amúgy a felnőttekre is ugyanez igaz, hogy valahogy egymás idegeire mennek, és akkor ezt a rosszabbik én részt tudjuk kihozni egymásból, igen, amikor a a lélegzése is idegesíti, mert ez a nem tudsz halkabban lélegezni, nem? Van ez az állapot. Igen, igen. És, és nem is csodálkozom, hogy, hogy mindenki lefáradt ebbe, ebbe az egész történetben. És hogyha valahogy egy ilyen kiegyensúlyozottabb hétköznap beköszönt az életükbe, és már, már ugye vannak ilyen rutinok, meg ritusok, szertartások, amik működnek, akkor ez nagyon sok terhet vesz le mindenkiről, Persze, hogy a kicsinek teljesen más története lesz, mint egy hagyományos testvér kapcsolatban élőnek ez. Ugye pont szerintem az életmeségnél beszéltünk arról a táborról, ahova én járok, ahol ugye a halmozottan sérült gyerekeknek ott van a családja, meg a testvérek, és akkor ugye amikor elkezdik a családok mesélni, hogy nagyon gyakran olyan családok, ahol az anya egyedül marad a két gyerekkel, és elkezdik mesélni, hogy a nagyobbik tesó, vagy kisebbik, vagy most független attól, hogy, hogy mekkora gyerek, hogy, hogy, milyen mértékben be kell kapcsolódjon akár egy felnőtt szerepben a család működésében. Ami nem azt jelenti, hogy csak annyi, hogy átvesz funkciókat, hanem, hanem akár az is egy felnőttes szerep lesz, hogy mindig kell várjon, mindig el kell a szükségleteit, mert akkor ott van a sérült testvér, akinek mondjuk ebben az esetben kell Megadott órán belül etetni, vagy masszázsra vinni, vagy bármit, ugye, akár program szempontjából. Amiről nem esett szó, viszont szerintem nagyon-nagyon fontos lehet szorongás ugye erre is kitért a, az apuk, hogy a pici szorongó lett, és ők most ettől így külön tartanak, hogy, hogy ebből úgymond ki fog enőni, esetleg erre tudná le nekik valamit mondani, hogy, hogy a szorongáson, hogy tudnak segíteni, illetve egy picit még visszacsatolni majd Peti állapotára, hogy az idősebb gyerekre, mert most ugye átkapcsoltunk Jocira a kicsire, Igen. de ugye, azért az idősebb se feledkezni meg, hogy neki is egy újabb elem érkezett az életébe, ahol alapból nehezen tud elemeket megszokni, vagy elemekhez kötődni, vagy, vagy elemeket befogadni, és, és azért ezt az, az ő Erről is szerintem egy picit érdemes megvizsgálni. Igen, itt most kérdés az, hogy milyen típusú szorongásról van szó, mert a szorongást ilyen általános módon... Azt írja, hogy rosszul alszik, alacsony az önértékelése, idegenek jelenlétében megnémul viszont egyébként meg, 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 meg agresszív, meg nagyon szeretetéhes. Igen. Tehát, hogy, hogy így is, is vannak életkori szorongások, mert ebben a, az életciklusban ott vannak még a szimbolikus félelmek, ugye még a gyerek szorong attól is, hogy a, hogy a felnőttek meg mindenki olyan túl nagy és ő túl kicsi. Ez ugye együtt járhat akár azzal, hogy, hogy valószínű, ahogy én ebből kihámozom, ő egy elemző uh, supporter típusú, egy analyzer supporter típusú gyerek, akit nagyon rosszul érint, egyrészt ez a kapcsolódásnak a hiánya, hogy, hogy ő ugye adna szeret, ez a szeretet gombóc, amit mond az apuka, hogy ez a supporter típusú gyerek, érdemes akár azt a részt is ugye visszahallgatni, mert a supporter típusú gyerek, meg a felnőtt is, ők nagyon-nagyon igénylik az ölelést, hogy legyen béke, hogy legyen csend, hogy mindenki legyen zenben, hogy ne legyen veszekedés, ne legyen harag, ő nem is érti, hogy a világ a, a, hogy miért ilyen, hogy hogy most, mit tudom én, ellenségesen viszonyul meg. Az elemző típusú rész, az pedig a változásokkal szembeni ellenállás, az inkább a komfortzóna, meg, meg ugye ezek a biztonságos részeknek. És ha ha kicsi szemszögéből gondolkodunk, ugye, nagyon sokszor ő, biztos, hogy váratlanul a dűkitörések miatt, mert most mondták a szülők is, hogy, hogy van, amikor hát már hagyják lezajlani ezeket a veszekedéseket, meg verekedéseket, hogy mondjuk akár ilyen agresszív megnyilvánulásokban is része volt, és valahogy ezt a, amikor megjelenik benne is az agresszivitás, hogy ő is ki kell adja valahogy ezt a fajta feszültséget. Én mondjuk azért azt javasolnám, hogy bár, bár ugye a testvérféltékenységén azt mondtuk, hogy akkor kell beleszólni, amikor vér folyik, mert Vekerdi Tamás ezt mondta, ebben az esetben azért én jobban odafigyelnék erre, hogy, hogy ne hagyjam ilyen, tehát ilyen kettős helyzetben, amikor még a nagyobb, bár az előviszonyok állítólag kiegyenlítődtek, de a nagy még mindig lehet, hogy erősebb, meg ez olyan félelmetesebb lehet a kicsi számára. Tehát, hogy lehet, hogy itt érdemesebb a kontrollt egy kicsit bevezetni. Illetve a kicsinek ugye megtanítani azt, hogy, hogy, hogy hogyan is vezetheti le ezt a fajta feszültséget. Ezért például szoktam javasolni óvodákba, és legyen dűvpárna a falon, hogy akár, hogy az lehet ütni. Mind a kettőnek, a nagynak is, a kicsinek is ezt meg lehet tanítani, hogy az rendben van, hogy dühös vagy, de a testvéredet viszont nem ütheted meg, és akkor gyere ide a dűpárnához is, üsz meg. Azt hogy egy autista gyerek is megérti. Na most megint a kérdésnek a másik fele, hogy a nagy részéről, mert hogy igen, ő élte meg a tronfosztottság érzését, hogy, hogy akkor kétszeresen is körülötte forgott a világ, mert hogy ő volt a nagy tesó, meg hogy speciális szükségletű, minden figyelem ráirányult, és egyszer csak jön egy kis betolakodó, és kitúrja őt a helyéről. Tehát, hogy ez az a dupla tronfosztottság érzésnek a megélése, és hogy neki is ugyanolyan lényeges az, hogy, hogy nem tudom, hogy, magában a, az időnek a struktúrálásában, meg a tér struktúrálásában, hogy, hogy kapott-e a család segítséget, vagy van -e egy olyan intézmény, ahova járnak, vagy van -e egy szakértő, aki, aki segíti az otthoni családon belüli kommunikációt, mert én, amikor a Delei utcában gyakorlatoztam, ott például minden gyereknek, és főleg azoknak a gyerekeknek számít ez nagyon, akinek ilyen erős dűkítörése, meg ilyen agresszív indulatai vannak, mert ugye ez gyakran abból is származik, hogy ő nem látja át a napot, vagy egy napnak a struktúráját, mi miután következik. És például... Nagyon egyszerűen oldották ezt meg, volt egy fekete ilyen tépőzár, minden gyereknek fel volt írva a neve, volt egy fekete tépőzár, és azon pedig ilyen szókártyák, vagy, vagy ilyen piktogramok ott, ahol a gyerek nem tudott olvasni. És akkor fel volt oda tépőzározva, a napnak a struktúrája. persze ez egy bentlakásos intézmény volt, hogy reggel ugye felébredtek, és akkor fogmosástól kezdve egészen a reggelig, és akkor utána kezdődtek a tevékenységek. És ez egy olyan biztonságot adott a gyereknek, mert ugye ez volt az első két dolog, amit megtanított, hogy mindig az időt és a teret kell struktúrálni, hogy a tér struktúrása, hogy akkor az az asztal, az az ebédlő asztal. nincs olyan, hogy azon puzzlezünk, meg legozzunk, nem, azon mindig ott eszünk, és a gyereknek ott a helye, és az a tányérja, tehát ez az állandóság, a kiszámíthatóságnak a, az érzése, mert hogy rengeteg ilyen agresszív indulati kitörés, az pont abból származott, hogy, hogy, hogy volt valami feszültség, amit ő nem tudott értelmezni. És azt nem tudom, az élőbe hallatszott, amikor elmondtam annak a gyereknek az esetét a fogászattal, vagy az is csak szakadozza. Szakadozza, hogy nyugodtan megismételheted. Jó. Volt két megdöbbentő helyzet, aminek én részese voltam. Az egyik ugye az volt, hogy volt egy fiú, 14 éves, Ugye ott a, a központban ott mentális kor szerint csoportosították a gyerekeket, tehát hogy lehet tél, tehát 14 évesen is kicsi csoportos, mert ugye a mentális korod szerint oda tartoztál, és volt ugye a fiatal felnőtt csoport, hát ott hihetetlenek voltak azok a fiatalok, mert esetleg arról is beszélek. Na de ez a fiú, nagyon fájt a foga, és ki kellett ölni belőle az ideget. Na most gondoljunk csak arra, hogy hát még te is, amikor elmész a fogászatra, az milyen? Hát még amikor ideget ölnek, és ott csavargatják, hogy még tács ki a szád, és hát az egy ilyen horrorisztikus helyzet volt. Mondták a, a nevelők is, hogy ott le kellett fogják, és le kellett kötözzék, és akkor elzsibbasztották meg, aztán azt hiszem a végén elaltották, de ott nagyon kínozták a gyereket, és... Amikor visszajöttek, lejárt az egész, de hogy olyan indulat és dűkitörései voltak, ilyen önagresszió, hogy ütötte be a fejét a falba, sepert le mindent a, az asztalról, egészen addig, ameddig aztán rájöttünk arra, hogy mit kell csinálni, hogy minden egyes napnak a végére beraktuk azt a fogkártyát, és áthúzva, hogy ma sincs fogászat, ma sincs fogászat, ma sincs fogászat. És emlékszem, azt minden nap rakosgattuk. Na most egy ugyanezzel a gyerekkel történt meg az, hogy ugye nekik, már egy után mi, mi raktuk fel ezeket a kicsi kártyákat, és ö, már megvolt az is, hogy valamilyen fajta, én, tehát hogy ez az öngondoskodás, meg ez az, az önálló életre való nevelésnek az elemei is ott voltak, hogy ő már le tudott tusolni egyedül, és akkor fel volt téve ez a tusoló kártya, bement, levet között, letusolt, megtöröl között, visszajött. Na és képzeld el, hogy ugye minden nap volt tusolás. És akkor fel volt téve ez a kártya, csak én elfelejtettem, vagy nem tudom, nem tudtam, hogy mit tudom én, kedden volt hajmosás is. Tehát egy héten egyszer megmosta a haját. És úgy, úgy kell elképzelni, hogy uh, olyan volt, mint egy óriás bébi ez a gyerek, uh, és egy ilyen kereken ilyen John Lennon szemüvege volt, hát így mai napig is előttem van ez a kép, bement és kézzel nem raktam be a fejmosás kártyáját, és anyaszült mesztelenül kiállított habosan. Azt a jelenet, ha ment a programfalához, vette a hajmosás kártyát, felrakta, vissza, meg megmosta a haját. Ez. De komolyan akkor, mondom. akkor helyreállt a rend az Igen. Igen. Ez És így hozzá. működik. Igen. Ez kellett. Igen. Igen. Hát Anna, én nem tudom, nagyon-nagyon remélem, hogy a figyelve, amiket mondtál, tényleg annyira próbáltál reagálni Robinak az üzenetére, hogy nagyon remélem, hogy Robi és a családja is úgy érzi, hogy, hogy sikerült választ kapni a kérdésekre, de természetesen a szokásos platformokon megtalál minket úgy, mint, mint bárki, akinek kérdései vannak, akár adásban elhangzottakkal, akár témákkal, akár javaslatokkal kapcsolatban, és akkor visszautalva arra, amit a néhány perccel ezelőtt mondtál, és mondtam, hogy ehhez vonatkozóan még lenne kérdésem. Én tegnap is megkészítettem, jól is, sőt, mert ugye voltak üres járatok az élőnkben. Na no, látod, mindig készülj, mindig készülj valamivel. Én megkészítettem őt itt, őt itt. Látod? Igen, igen. Ha beszélgettünk már róla, ez a kezemben Mark Hedonnak a Kutya különös esete az Éjszakában című könyvvel, ami 2003-ban egyébként az év legjobb könyvet címet is elnyerte. Az állat címlapján Asperger szindrómás. Mindenről sokat tud, de az érzelmekről szinte semmit. Aztán kinyitom a könyvet, és ezzel kezdődik a fülszöveg. A 15 éves Christopher autista. Tehát itt kapásból van ugye egy összemosódás azzal, amit mondtál, hogy az Asperger szindróma, illetve az autizmussal. Igen, hogy a skála egyik vége, amit mondtam, ugye igen. Asperger meg Kanner, akik felfedezték, és igen. az az Asperger az a jobban funkcionáló típust írta le, igen. És azért mertem behozni ezt a, a könyvet ebbe az adásba, ha gondolod, akkor így, így, zárszóként, talán mondtad, hogy te még nem olvastad, hallottál róla, csak még nem olvastad. Igen, igaz, én még Adam ezt, könyvet. ezt nem olvastam, pedig nagyon sok mindent olvastam az autizmusod, de ezt nem. Én se tudtam a létezéséről, szabadosságinak és a nioknak köszönhetem, hogy tudok róla, mert ugye az egyik hónapban ez volt a közös könyvünk a, a tavalyi évben, és egyébként erről a 15 éves Krisztoferről szól. Ha megengedett tényleg két gondolat a fülszöveg, azt mondja, nagyon sok tud a matematikáról, Christopher meg a fizikáról, de nagyon keveset az emberi érzelmekről. Nem szereti, ha hozzáérnek, nem hajlandó megérinteni semmit, ami sárga vagy barna. űrhajó szeretne lenni, de még sosem járt a szülei nélkül az utcájukon túl, és alig, hanem ő a világirodalom egyik legkülönlegesebb nyomozója egy este, ugyanis a szomszéd kutyáját döglötten vasvillával átszúrva találja meg a kertben, és elhatározza, hogy kinyomozza, kiölte meg. Így kezdődnek Christopher különös kalandjai, mert hogy a könyv konkrétan úgy van megírva, hogy ez Christopher meséli a 15 éves autista Christopher, hogy ez az ő regénye. És azért, mert ugye ő a matematikában mindenben nagyon jó, ezért prímszámokra vannak osztva a fejezetek, tehát minden fejezet cím egy prímszám, mert ugye ő ezeket nagyon szereti, 7000 valameddig az összes prímszámot tudja, és az ő szemszögéből van elmesélve a történet, ami kicsit morbidnak tűnhet, de ez tényleg csak a kiinduló pont, mert ugye nyilván ez egy regény, nem egy dokum. A, ha valaki olvasta a Virágot Álcsánónak könyvet, akkor Ezt stílusában igen. nagyon hasonló, mélységében viszont sokkal emészthetőbb, mint a Virágot tehát kevésbé tragikus ez a könyv, és nekem egy kedves ismerősöm, aki maga is autista, kisfiút nevel, ő mondta, hogy a, az anyukájának is odaadta ezt a könyvet, mert hogy úgy van elmesélve a sztori, hogy tényleg beleláthatunk egy picit az ő fejükbe, az ő gondolkodásukba, az ő világlátásukba. Nagyon sok példa, amit, amit említettél a műsor során, mi nyugtatja meg, hangok, repetitivitás és a többi, ezek mind ott vannak a könyvben, tehát Mark Hedontól a kutya különös esete az éjszakában, hogy ha valaki egy kicsit belelátna ebbe a világba, hogy mi van az ő fejükben, hogyan élik meg ők a, a világ ingereit, akkor én ezt a könyvet így nagyon jó szívvel merem ajánlani. Mondom, annál is inkább, mert egy szülő, akinek van autista gyereke, ő is elolvasta, és azt mondta, hogy tényleg egy ilyen különleges szemüveg, ha úgy tetszik ez a könyv. Én meg ugye ígértem még az elején, hogy uh, ugye Donna Williams, egy autista nő Naplója című könyvéből uh, mondok pár ilyen példát. Én, én is ajánlom azt elolvasásra, mert ugye ugye, ahogy Jim Sinclair, Donna Williams is a saját perspektívájából ír, egyáltalán milyen belülről megélni ezt, a, ezt az egész helyzetet. És uh, ugye az autista gyerekeknél rengetegszer van ez a repetitív sztereotíp mozgás, például van ilyen is akár, hogy a, a dolgokat ismételten lejtik. És Donna Williams azt mondja erre, hogy ez a szabadság, ez bizonyíték arra, hogy lehetséges a szabadságba való elmenekülés. Tehát hogy az ő perspektívájából, hogy ez miért történik. A hintázás, a kézrázás, a fejütögetés, a tárgyak pöccintése, az állütögetés, ez biztonságot és elégedettséget nyújt, és így csökkenti a felgyülemlet belső aggodalmat és feszültséget, amivel együtt a szorongás is csökken. Hogy milyen érdekes, hogy például erre egyáltalán nem gondolnánk, amikor ezt, ezt a viselkedést így kívülről értem. Ezek is ezek ugye az ő szavai. Fejütögetés, ez a feszültség legyőzése, valamint a tompán puffanó ritmus biztosítása a fejemben olyankor, amikor az agyam már túl hangosan sikított ahhoz, hogy dúdolni tudjak magamban. És ez is annyira gyönyörűen megvan fogalmazva, amikor már ugye túl elárasztanak az ingerek, amikor már csomó mindent nem értek, hogy amikor enyhe esetben dúdolok, akkor valahogy elviselhető a feszültség, de hogy a fej is az olyan, mint hogy már annyi az inger, és annyira nem értem, hogy már úgy legyen vége ennek az egésznek. Na, meg ott van még rengeteg példa benne. És szerintem rengeteg út van még, amit nyithatnánk, vagy ahogy szoktad mondani, rengeteg zárójelet nyithatnánk még, és csukhatnánk be ebben a műsorban, viszont az adásidőnk végéhez közelítünk. Reméljük, hogy sikerült kárpótolni, akik élőbe csatlakoztak volna hozzánk a beszélgetés tartalmában, azt, hogy az élő elmaradt. Ezúton ígérjük, hogy lesz élő. Tehát, fogunk mi még élőzni, Csak más hogyan? között, de, de hogyanon, hogyanon változtatunk. Igen. Mit, tehát mit lesz még élő. Meg? Azt is elmondhatod. Igen, igen, azt, hogy a fix, tehát ilyen, ilyen, helyhez kötözött ponton, helyhez kötözött számít amiben vezetékes internet van beledugva. Igen, ezeket, ezeket beszéltük át, ezek lesznek majd a kritériumai. Igen, az analyzeresedünk. Analyzeresedünk, igen. Mi kíváncsiak, hogy majd a kulton ezt hogy fogjuk megoldani, de figyelj, meglátjuk, meglátjuk. Ez Na, Na. Után István már mindegy. Hátunkra nem tudom, hátunkra teszünk ilyen hátiságba egy számítógépet. Igen. Na, megoldjuk, megoldjuk. Anna, én nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és ennyi mindenről beszélgethettünk, illetve Robi nevében is köszönöm szépen a, a választokat, amiket kaptunk. Neked, aki meghallgatta ezt a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hamarosan jön az új epizód is, eláruljuk? Nem áruljuk el, hogy kivel, ugye? Csak azt áruljuk el, hogy nem kettesbe leszünk, mit szólsz? Hát miért árulj el, hogy áruljuk ne, el? Persze. Jó. Kárpótlásként jel. a tegnapérna. Jó. <laughs> <laughs> Oké, okay, akkor viszont ez szó a ki lesz a vendégünk a következő adásban, Anna? Hát most nem tudom a kettő közül, amiket felvettem. Ja, igen, Kriszta, mert még van egy, de azt nem mondjuk el. Krista, Aztán nem, ennyit már nem mondunk el. Melyik Kriszta? Hát Hevesi Kriszta. Így van, Hevesi Kriszta lesz a vendégünk a következő adásban, a hármasban fogunk beszélgetni. Ugye Kriszta szexuálpszichológus, úgyhogy ez már szerintem egy viszonylag izgalmas mesgyét is témának, amiről szó lesz az ő friss könyve kapcsán. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Ha feliratkozol a YouTube-on, illetve bármilyen applikáción, ahol hallgatsz minket, azt nagyon-nagyon szépen megköszönjük, ha visszajelzést küldesz még inkább. Sőt, hogy még boldogabban éljünk, megköszönjük, hogyha a Patreonon a támogatóink közé lépsz. Ugye ne felejtjük el, hogy ott nem csak minden epizódot hosszabb formában kapsz meg, bőven exkluzív tartalmakat. tehát mondjuk egy 30-40 perces epizód a Patreonon általában 1 óra, 1 óra 20 perc. Tehát jócskán van menne plusz patron a Patreonon a standard adásokhoz képest, illetőleg ugye útjára indítottuk az életmeség sorozatunkat, amelyből három rész már kizárólag a Patreonon elérhető, és hamarosan veszük fel a négyediket. Anna, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, neked is köszönjük, hogy itt voltál, és meghallgattál bennünket. Sziasztok! Sziasztok, én is köszönöm!